Újra nagy érdeklődés kísérte azt a nyílt napot, amelyen az érdeklődők megtapasztalhatták a méhek gyógyító erejét Antal István méhészmester apiterápiás házában. Az apiterápia a méhek által előállított anyagok gyógyító célú felhasználását jelenti, ősidők óta alkalmazzák megelőzésre és egyes betegségek kezelésére egyaránt. Fiatalok, családok, kisgyerekekkel, és tényleg, amikor a gyógyítás oldaláról beszélgetünk, akkor nagyon nagy érdeklődéssel figyelnek bennünket, de amikor a méhek életéről beszélgetünk, akkor a gyerekek is a legnagyobb érdeklődést mutatják, és ez nagyon nagy öröm, hogy ő feléjük is tudunk nyitni. Az egész napos program keretében az érdeklődők ingyenesen kipróbálhatták a speciális, ősidők óta alkalmazott módszert, és előadásokon ismerhették meg a méhek szerepét mindennapjainkban. Kipróbálhatták a kaptár levegő jótékony hatásait, és megfigyelhették magukon a méhek rezgése által okozott pozitív hatásokat. Nagy öröm az számunkra az, hogy rengeteg ember érdeklődik, és nem csak az, hogy a gyógyítással kapcsolatban, hanem egyáltalán a méhekkel, és mindennel kapcsolatos, ami gyakorlatilag az életünknek a kedves része. A nyílt napon interaktív beszélgetős előadások hangzottak el a méhek életéről és védelmük fontosságáról, valamint a klímaváltozásnak a beporzókra gyakorolt hatásáról is. A felhasznált méhészeti termékek koncentráltan tartalmazzák a növények hatóanyagait, ezáltal nagy mennyiségben biztosítják szervezetünk működéséhez szükséges létfontosságú anyagokat, rendszeres fogyasztása pedig segíti az egészség megőrzését és az immunrendszer erősödését.